sajtó képviselőit, minden érdeklődőt. Köszöntöm a rendezvény társ házigazdáját is, Székely János püspököt. Mint tudják, a kattárs, a katolikus társadalmi napok rövidítéseként egy olyan rendezvény, amit jó néhány évvel ezelőtt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia indított, és a szervezéssel megbízta a konferencia egyik bizottságát, a Caritas in Veritate nevű bizottságát, amely társadalmi ügyekkel, kérdésekkel foglalkozik a szervezéssel, és ennek a bizottságnak a Katolikus Püspöki Kar keretében a püspök úr, Székely János püspök úr az elnöke, ilyen értelemben ő is házigazdája a rendezvénynek. Különösebb aktualitása annak nincs, hogy az idén a püspöki kar ezt a rendezvényt Szegeden rendezi meg. Minden évben más városban szoktuk ezt megrendezni. De hát nyilván Szeged egyetemi város, két egyeteme is van Szegednek. Nagyon sok a fiatal. Az egyházmegye nagyon nagy létszámú társadalmi közszolgálatot végző intézményhálózattal rendelkezik, ezt nem sorolnám most fel, és egy érdekes időben is vagyunk, abból a szempontból, hogy az egyházmegye lassan hangolódik a fennállásának ezredik évének az ünneplésére. 2030-ban lesz 1000 éves az egyházmegye, a 1030-ban nevezte ki Szent István királyunk akkori egyházi jogaival is élve Gellértet első püspökké Csanádon. A célja, de nyilván erről bővebben püspök úr is tud majd, fog majd szólni, a rendezvénynek kettős. Egyrészt az egyház tagjait, szervezeteit, vezetőit és egész tagságát inspirálni akarja arra, hogy vizsgáljuk meg, mit teszünk mi a társadalom, az egész társadalom szolgálatában, felhasználjuk-e kellő módon a sajátos eszközeinket, erőforrásainkat, lehetőségeinket annak érdekében, hogy még hatékonyabban szolgáljuk a társadalmat. Egyfajta belső párbeszéd, önvizsgálat is ilyen értelemben, aminek a célja, hogy még tovább inspiráljon bennünket. Másrészt pedig a társadalom azon része felé, akik nyitottak ugyan, de nem volt módjuk találkozni, megismerni az egyház különböző megnyilvánulási formáinak a jelenlétét a társadalom szolgálatában, ezt megismerhessék, és netán kapcsolatba kerüljenek vele. Nem reklám, propaganda a célja a rendezvénynek. Ezzel kapcsolatban utalnék a mottóra, megújulni közös értékeinkben. Ez egy nagyon aktuális téma mostanában, aminek apropóját az adja, hogy egyre több, egyre hangosabb olyan szellemi irányzatok jelennek meg a világban, amelyek a demokrácia fejlettségére hivatkozva annak képviselőként magukat tekintve hangoztatják az értéksemlegesség elvét, ami tudjuk, hogy gyakorlatilag az értékmentesség, a nihilizmusnak a diktatúráját próbálja szellemi módon ránk erőszakolni, mármint a világon, a társadalomra. Ilyen értelemben pedig nem arról van szó, hogy akkor most nekiállunk panaszkodni, siránkozni, hogy a mi értékeinket kúnyolják, vagy nem veszik figyelemmel, vagy támadják, vagy netán tiltják, hanem kettős a feladat. Egyrészt magunkba tekintünk, hogy kellő hiteles módon képviseljük-e az értékeinket. Nem arról van ez szó, hogy a képmutatás álszentség jogosan provokálja a kigúnyolást vagy a támadást ezek ellen. Tehát, hogy hitelesen képviseljük az értékeinket, másrészt pedig nyilván védeni és hitelesen tanúskodni mellettük kötelességünk. Ennek kapcsán csak nagyon nagy az analógia ebből a szempontból. Eszembe jut, hogy talán 10, lehet, hogy több-kevesebb, körülbelül 10 évvel ezelőtt, talán többen emlékeznek rá. Itt Szegeden, a néhány száz méterrel odébb a Rögpalotában egy kortárs művész kiállította az alkotását, egy installációt,
És én éppen külföldön voltam, és egyszer csak láttam a mobilomon érkeznek SMS-ek, meg hívások is, hogy botrány, hogy miért nem tiltakozik a püspök, meg hogy miért hagyjuk ezt, stb. Azt se tudtam, miről van szó. Hazajöttem, megnéztem ezt a kiállítást, ez egy installáció volt, egy asztal szépen megterítve 13 főre, fehér asztal, tányérral, étkészlettel, és mind a 13 tányéron művészi formában egy emberi ürülék volt elhelyezve, és a címe az volt, hogy az utolsó vacsora. És akkor kiadtam egy közleményt, hogy onnan megnéztem, arra buzdítanak, hogy tiltakozzak, de ez nem a mi stílusunk. Két dolog lehetséges, ez vagy művészet, akkor azt fogadjuk el, vagy pedig provokáció. Ha művészet, az egy kérdés, először nézzük, hogy provokáció-e. Hát ha az, még azt se döntjük el, hogy rossz szándékkal tette a szerző, az alkotó. Ha provokáció, akkor viszont magunkba nézzünk, és nézzük meg, hogy hitelesen képviseljük-e az értékeinket, azott esetben az eukarisztiát. Nincs-e bennünk álszentség vagy képmutatás, és erősödjük meg akkor, ha provokálnak, akkor még hitelesebben tegyünk tanúságot az értékeinkről, nem tiltakozni kell. Ha pedig művészet, abban én nem vagyok kompetens, ha ez művészet, minden esetre nem a mi ízlésünk, akinek ízlés, annak pedig jó étvágyat kívánok hozzá. Ez volt akkor a, most nyilván a kattás rendezvénynek ilyen ironikus, vagy fanyar, vagy nem tudom én, ez célja egyáltalán nincs, de valóban az értékeinket nem azért helyezzük most fókuszba, hogy magunkat reklámozzuk, hanem egyrészt, hogy megvizsgáljuk, hogy hitelesen képviseljük-e adott esetben a társadalom szolgálatában ezeket az értékeket, akik pedig nyitottak rá, de nem találkoztak még velük, azok rajtunk keresztül most találkozhatnak. Hát nagyjából ez a célja a kattársnak, a programok nagyon gazdagok, már hétfőn elkezdődött. Itt is szem előtt tartjuk azt, hogy értékeinkről, amelyek nem csak katolikus értékek, hanem keresztény értékek, és nem csak keresztény egyetemes emberi értékek, ezekről mi keresztények csak közösen tudunk tanúságot tenni, és bár a elnevezése a programnak Katolikus Társadalmi Napok, azt keresztény testvéreinkkel együtt gondoljuk ezt a küldetést, szolgálatot végezni. Éppen ezért szimbolikusan az első eseménye szinte az volt a programnak hétfőn, hogy Balogh Zoltán református püspökkel ökumenikus igeliturgia keretében imádkoztunk ezért a tanúságtételért a keresztények részéről a társadalomban. Köszönöm szépen!